Folytatódott az Alba Régia Szimfonikus Zenekar Partitúra című ifjúsági hangversenybérlet sorozata. Január 23-án és 24-én, hétfőn és kedden összesen 6 alkalommal léptek színpadra a muzsikusok a Jelen hangjai 2 című koncerten a zenekar székházában. Az elejétől kezdve, mióta mi együtt dolgozunk itt Székesfehérváron a zenekarnál, nagyon fontosnak tartjuk mind a hárman Tamással és Péterrel együtt, hogy ne csak zenéljünk a közönségnek, hanem beszéljünk is arról, amit csinálunk, szólítsuk meg a közönségünket, és alakuljon ki egy párbeszéd a közönséggel a zenéről, mind a kortárs zenéről, mind a klasszikus zenéről, hogy megmutassuk, hogy ez nem egy olyan elvont műfaj, ez egy olyan műfaj, amiről nyugodtan lehet beszélni, beszélgetni, nem kell mindent érteni, hanem érezni kell a dolgokat. A programban a kortárs magyar zene sokszínűségével ismerkedhetett meg a közönség Ligeti György, Fekete Gyula, Sári László, Balogh Máté és Dobri Dániel művein keresztül. Kiderült, hogyan ír magyaros zenét a zeneszerző, mitől vicces műfaj a fúvósötös. Ez a mai kortárs gyerek koncertünk, ifjúsági koncertünk egy különösen nagyon különleges alkalom a partitúra sorozaton belül is, különösen nekem, mivel kortárs magyar, ma élő magyar zeneszerzőkkel ismerkedhetnek meg a gyerekek, lesznek itt dalok, megtanuljuk, hogy hogyan kell dalt írni, dalt szerezni, és azt is megtanuljuk, hogy hogyan ír magyaros zenét egy zeneszerző, mitől lesz magyaros jellegű egy zene. A rendhagyó koncerten a színházi dalok felépítését is megismerhették a fiatalok, Arany János, Nemes Nagy Ágnes és Tóth Krisztina versein keresztül Kéringer László énekművész tolmácsolásában.